Mészáj József, várom már a vakációt. Várom már a vakációt, hogy úsztassak papírhajót, eregessek sárkányokat, szélútjain csavargókat. Másszak fára, dombra, hegyre, utazhassak a tengerre, fogjak rákot, s fürgehalat, hűsárnyékú füzek alatt. Vígcsapatban focizhassak, s lepkék után rohangáljak, a tisztáson vagy a réten, lebarnulva jókedvűen. Késő estig csatangoljak, bogarásszak, madarásszak, nem gondolva évkezdésre, csengő szavú szeptemberre. Szeretettel köszöntöm tanévzára ünnepségünkön Őri Dénes polgármester urat, Sandül Jánosnét a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében, Stefanik Klárát, iskolánk intézményvezetőjét, Bosnyák Andrénét, Stom Ferencné intézményvezető helyettest, tanárainkat, szüleinket és diáktársaimat. Balázs Csenge, 7. osztályos tanuló vagyok. Ma én konferálom évzáró ünnepségünket. A magyar és a magyarországi német nemzetiségi himnuszt hallottuk Tóth Sándor iskolánk tanárának tolmácsolásában. Kálmán Sára, 5. osztályos tanulótól Mészáj József, Várom a vakáció című versét hallottuk. Felkérem iskolánk igazgatónőjét értékelje a 2021-22-es tanévet. Kedves vendégeim, kedves szülők, kedves gyerekek, kedves kollégáim! Szeptemberben, amikor megkezdődött ez a tanév, mindannyian nagy lelkesedéssel, új tervekkel indultunk. Izgalomban vettük birtokba az új épületet, majd januárban a felújított tornacsarnokot. Mostanra úgy gondolom, mindenki elfáradt. Azt gondolom, több szempontból is viszont sikeres tanévet zártunk. Most, amikor a tanévzáró alkalmával az elmúlt évet értékeljük, néhány programot szeretnék megemlíteni. Visszatekintve elmondhatom, hogy a 181 tanítási nap sok feladatot és szép eredményeket hozott, és szép eredményeket értek el a gyerekek mind az általános, mind a zeneiskolában, mind a külső megmérettetéseken. Ez köszönhető a pedagógusoknak és a szülőknek egyaránt. Megemlítem a szeptemberi terményünnepet, majd a diák sportnapját, a zeneiskolai növendékhangversenyeket, labdarúgó csapataink sikereit, nemzetei ünnepeink méltóképpen való megünneplését. Sajnos egy hosszú ideig csak osztálykeretben történhettek a programok, mivel a járványügyi helyzet erre kényszerített bennünket. A farsangi bál volt az első nagy közös rendezvény, ahol újra együtt lehetett az iskola közössége, és együtt örülhettünk. Ezután sorra mozdultak ki márciusban az osztályok külső helyszínes tanórákra, hosszabb, rövidebb kirándulásokra, történelmi sétákra Visegrádon, vagy testnevelés óra keretében sportprogramokon, közös biciklizéseken vettek részt. Több esetben voltunk házigazdái az oktatási hivatal által szervezett pedagógus továbbképzéseknek. Ezeken a továbbképzéseken más intézmények pedagógusai is ellátogattak hozzánk, és volt közös rendezvényünk az óvodapedagógusokkal is. Iskolánk volt a szervezője az országos Görgei Artúr történelemversenynek és a nagymúltú Furulya találkozónak is. A rendezvények szervezésénél és végrehajtásánál szeretném kiemelni a 7. osztály segítségét, akik mindig szorgalmasan és vendéglátókhoz méltóan vettek részt az események lebonyolításában és szervezésében. Természetesen minden programot nem tudunk itt felsorolni, de iskolánk honlapján és Facebook oldalán igyekeztünk minden fontos eseményről hírt adni a tanév során. Örömmel jelentem be, hogy iskolánk regisztrált tehetségponttá vált. Ez elismerése az iskola eddigi szakmai munkájának, de további célokra sarkal bennünket, és további eredményeket kell elérnünk.
A tanulmányi munkaterén elsős diákjaink és az elbalagott nagyoknak jutott a legtöbb feladat. Az elsősöknek az írni, olvasni, számolni tudás óvodásból komoly iskolássá válni. Sokan közülük dicséretesen végezték ezt a feladatot. A nyolcadikosoknak a továbbtanulás, a központi felvételire készülés, a felvételi vizsgák, mind külső megmérettetés adtak sok-sok feladatot. Ők szombaton elköszöntek a ballagáson. Bízunk benne, hogy sikeresen megállják majd helyüket az új iskolában, és szép emlékeket visznek magukkal innen Visegrádról. Büszkék vagyunk kitűnő tanulóinkra, akik az idén 24-en vannak, és 30-an jeles tanulók. Tehát az iskola tanulóinak 36%-a nagyon szép teljesítményt ért el. Sajnos 3 tanuló nem teljesített egy-egy tárgyból megfelelően, 2 tanulót augusztus végén várunk szeretetten sikeres pótvizsga reményében. Elismerjük minden diákunk teljesítményét, aki megtartotta korábbi eredményeit, illetve javítani tudott a félévi bizonyítványhoz képest. Kedves szülők! A nevelőtestület és tanulóink nevében szeretném megköszönni önöknek ebben a tanévben nyújtott támogatásukat, amikor voltak váratlan helyzetek, akkor is segítségünkre voltak. Ilyen volt például, amikor azonnali karantént kellett elrendelni. Sok segítséget kaptak az osztályok, a programok megszervezése, farsangi mulatságok, kirándulások lebonyolítása során is önöktől. Egész évben partnereink voltak, segítették munkánkat. Köszönöm kitartásukat és segítségüket. Kívánok önöknek is jó pihenést. Köszönöm a szülői munkaközösségnek, hogy meghallgatták gondjainkat, együtt gondolkodtak velünk, ötleteikkel támogattak bennünket. Kedves kollégák! Ezúton is szeretném megköszönni minden munkatársamnak a tanév során a rugalmasságot és a munkavégzést, amivel hozzájárultak a tanév sikeréhez. Több iskolán kívüli programra elvitték a gyerekeket, gazdagították diákjaink életét, amíg vagy amikor már újra lehetett kimozdulni az iskolából. Illetve ott voltak akkor is kollégáim, amikor digitális oktatás során kellett a tanulóknak és a családoknak segítséget nyújtani. Köszönöm a titkárságon dolgozóknak, a technikai munkatársaknak a mindennapos fáradozást és erőfeszítést. Tisztelt egybegyűltek! Engedjenek meg egy személyes gondolatot, számomra is ez az első igazgatói évzáró. Köszönöm szépen a tankerület munkatársainak, a városvezetőségének, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, minden vezetőtársamnak, kollégáimnak, a szülői közösségnek a segítséget és a támogatást, amivel nekem is segítettek. Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári szünetben! Klára néni ünnepi beszéde után hallgassuk meg zeneiskolai növendékünk Boros Maja és tanára Tóth Sándor tanévzáró műsorát. Thank you.
A muzsika után Mentovics Éva Vakáció, vagyis Végre szabadság című verset hallhatjuk Krikó Zsófia Ombodi Dominik előadásában. Majd a másik osztályos tanulóink kedveskednek nekünk Balázs Árpád Bodzavirág című dalával, zongorán kísért Tóth Sándor tanár úr. Mentovics Éva, Vakáció, vagyis Végre szabadság. Szabadságon leszek végre, holnaptól már nem jövök, nem kelteget anya reggel, és az óra sem csörög. Nem mondják, hogy reggeliz már, öltöz, futás, mos fogat, nem szól senki, el ne késünk, nem siettet, noszogat. Matek lecke, elfelejtve, angol szavak, áminek, rajzra se kell bepakolni, festéket, meg pemzliket. Nem kell korán ágyba bújni, nincs könyörgés, hajcihő, tornazsákból se szaglik ki büdös zokni vagy cipő. Eldugtam a táskámat is, minek úgy se használom, meg lehet majd úgy, mint tavaly, könnyen meg se találom. Áruljam, hogy leltem rá? Psz, ez anya előtt titok. A szag után, mert a szendvics már régtől benne lapított. De na, most nincs mi kedvem szegni, ha-hó, szép nyár vártalak, s hívnak tavak folyópartok, árnyas erdők, várfalak. Kedvem szottyan, lustálkodom, szabad időm, nem érdek. Ha játszani hívna bárki, garantáltan elérhet. Elkészült az órarendem, nézd csak, ez lett ráírva, minden program szünidei üzemmódhoz állítva. Ismét felkérem iskolánk igazgatónőjét és a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit a jutalomkönyvek oklevelek átadására. Első osztályban kitűnő tanulmányi eredményért, példás magatartásáért kap jutalomkönyvet Ferbert Norbert, félegyházi domonkos,
Mészáros Janka Eszter, Mogony Luca, Nagy Bálint István, Nagy Vivian, Olá Andrea Franciska, Süster Jakab, Cellár Frigyes. Második osztályban Hurai Anett Klára, Marosi Blanka, Németh Alíz, Tóth Lili Anna. Harmadik osztályban Bortás Márton, Kálmán Panka, Szatmári Nóra. Negyedik osztályban Boros Kincső, Detrik Dorka, Őri Ágnes, Őri Angéla, Kovács Nikolett Kornél, Némedi Gergely, Szedlacsek Nóra. Jeles tanulóik az osztályfőnökeiktől a tanterembe vehetik át jutalomkönyveiket, mindenkinek gratulálunk. Hatodik osztályban kitűnő tanulmányi eredményért, példamutató magatartásáért, a Görgei Artúr történelem versenyen való kiemelkedő szereplésért Gencsi Hanna kap jutalomkönyvet. Ötödik osztályban példamutató magatartásáért, jeles tanulmányi eredményért könyvjutalomban részesülnek Boros Bíbor, Izsák Emma, Kálmán Sára, Celler Róza. Hatodik osztályban Somogyi Emília Hanna, Ott Luca Tamara.
7. osztályban Visnyovszki Lejla Alexa, Balázs Csenge. Jeles tanulmányi eredményéhez gratulálunk Boros Maja 6-os, Sintár Botond 7. osztályos tanulónak. Schuster Dóra, Dóra, 6. osztályos diákunknak gratulálunk a sí diák olimpiai szerepléséhez. A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében a végre 2 év után megtudták a járvány miatt rendezni, a járvány miatt ugye nem tudták megrendezni a német vers és prózamondó versenyt, és itt a diákok közül, a visegrádi diákok közül 6-an képviselték itt a verseny folyamán az iskolát. És itt mind a 6 diák valamilyen eredményt elért, és őket szeretné a Német Nemzetiségi Önkormányzat megajándékozni egy kis könyvvel. Bordás Márton, 3. osztályos tanuló, aki a hogdajs kategóriában a körzeti versenyen 5. helyezést ért el. Szívből gratulálunk neki. Gersmeyer Franciska, 4. osztályos tanuló, aki a megyei versenyen mondárt kategóriában 7. helyezést ért el. Négy tanuló pedig bekerült az országos döntőbe. Mondárt kategóriában Gersmeyer Ilona, 17. helyezést ért el. Duda Helka 20. helyezést ért elő, azonban úgy tudom, nincs itt, tehát majd átadják később a könyvet nekik. Német Aliz a hogdajcs kategóriában 10. helyezést ért el. Őt megkérném, hogy a... Nincs itt a testvére, jó, akkor ő is később fogja megkapni. És Tóth Lili pedig az országos 9. helyezést érte el a hoggat kategóriában. Minden résztvevőnek szívből gratulálunk. Tisztelt intézményvezető asszony, tisztelt pedagógusok, tisztelt gyerekek, kedves szülők! Mi felnőttek sokszor mondjuk, hogy repül az idő, mint a tegnap lett volna. Igazgató asszony is elmondta, hogy valóban, mintha csak tegnap lett volna, mikor a tanévnyitó ünnepségen nagy örömmel láthattuk az új iskolaépületet. Diákok gyorsan birtokba vették a színes tantermeket, a zeneiskolai oktatás megkezdődött a művészeti tantermekben. Azóta sok minden történt, de leginkább a legfontosabbak egyik, hogy befejeződött a tornacsarnok felújítása, és terveink szerint az iskola és a tornacsarnok környezete tovább fog szépülni még a nyáron. Kedves gyerekek! Tudom, hogy minden szünetet nagyon vártok, leginkább talán a nyári szünetet. Az elmúlt tanévben tudásotok gyarapodott, új ismereteket szereztetek,
és a tanórán kívüli programok során és kirándulások során számos szép emlékkel gazdagodtatok. Kérlek benneteket, hogy a következő tanévben még jobban vigyázzatok a szép iskolaépületre, megújult tornacsarnokra, mert a nyári szünetre bizony hagytok javítani való szekrényajtókat is. Töltsétek hasznosan, tartalmasan a nyári szünetet, sportoljatok, olvassatok, játszatok, pihenjetek, sokat kiránduljatok, fedezzétek fel Visegrádot. Nektek minden nap lehetőségetek van azokra a természeti és történelmi helyszínekre eljutni, melyekre nagyon büszkék vagyunk. Kedves pedagógusok, kedves szülők! Köszönöm, hogy elkötelezettek városunk mellett, és az élet rögös útján támogatják a fiatal nemzedéket. A tanévben elért sikerek és eredmények mindannyiuk áldozatos, kitartó munkáját tükrözi, melyhez Visegrád város önkormányzata erejéhez és lehetőségeihez mérten igyekszik minél több segítséget nyújtani. Mindenkinek gratulálok a tanulmányi eredményéhez, a versenyeken elért helyezésekhez, a színvonalas zeneiskolai koncertekhez és a közösségi rendezvényekhez. A nyári szünetre egészségben, élményekben gazdag pihenést kívánok. Köszönöm szépen. Köszönjük Őri Dénes polgármester úr kedves szavait. Hallgassuk meg Tóth Lili Anna második osztályos tanuló előadásában. Leszel-e a barátom? Ezzel a mesével Lili a 9. helyezést érte el az országos német nemzetiségi vers és prózamondó döntőben. Auf einem Bauernhof lebte ein kleiner grauer Esel. Jeden Tag half er dem Bauern Häuser getragen, aber am Abend war er in seinem Stall ganz allein. Ich suche mir einen Freund, dachte der Esel und machte sich auf den Weg. Da kam ihm eine Katze entgegen. Der Esel fragte, willst du mein Freund sein? Die Katze miaute. Du bist sicher, Senat, aber ich hab schon einen Freund. Und sie stolzierte zu ihrem Freund, dem Kater. Der Esel trottete weiter. Nun kam ihm ein Feld entgegen. Er fragte, willst du mein Freund sein? Das Feld wehrte. Du bist sicher, Senat, aber ich hab schon einen Freund. Und galoppierte zu seinem Freund, dem Hengst. Der Esel marschierte weiter. Da traf er eine Henne, die Körner aufpickte. Willst du mein Freund sein? Fragte der Esel. Die Henne gekehrte. Du bist sicher, Senat, aber ich hab schon einen Freund. Und lief zum Hahn. Der Esel trat zu seinem Stall zurück. Als der Bauer sah, wie seinen Ohren hängen ließ, kaufte er einen Eselin. Da musste der Esel, denn musste er nicht mehr allein in seinem Stall stehen. Er hatte eine Freundin gefunden. Der Sommer, das ist die schönste Zeit. Wir ziehen in die Wälder und durch die Auen und Felder voll Lust und Fröhlichkeit. Der Sommer, der schenkt uns Freunden viel. Wir jagen dann und spielen nach bunten Schmetterlingen und spielen manches Spiel. Der Sommer, der schenkt uns manchen Fund, erbären wir uns suchen, im Schatten hoher Buchen und laben Herz und Mund. Der Sommer, der reist uns lustig reist. Wir winden Blumen kelzen und halten Reigen tänzen bei Abendsonnenschein. Csékely Tamarát és Ott Lucát hallottuk. Tanévzáró ünnepségünknek végén kívánok mindenkinek nagyon szép és tartalmas nyarat. Zák Zoltán szavaival. Hova menjünk? Milyen tájra? Hegyre talán? Vagy pusztára? Akár erdő, akár folyó. Gyönyörű a vakáció.